estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika című közéleti magazinműsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik. Mai vendégünk Kálmánné Margó néni, akivel a 3. kerületi aratóversenyről beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kálmán Imréné Margó néni, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiómban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenkit. Túl vagyunk az év egyik nagy rendezvényén, ez pedig a 3. kerületi aratóverseny, amit július 7-én rendeztek meg itt Karcagon. Margó néni az Aranykalász baráti kör vezetője, és azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre, hogy számoljon be nekünk ennek a rendezvénynek a menetéről, a mi voltjáról, arról, hogy hogyan is zajlott mindezt. Talán kezdjük azzal, hogy milyennek a rendezvénynek a hagyománya, hanyadik alkalommal rendezték meg. Igen, nagyon örömmel szeretnék róla beszámolni, mert ez egy tényleg egy olyan hagyományos rendezvényé vált, amit hát igazán örülhet az a város, meg az a csoport, akik a rendezési jogát megnyerhetik. Mert nem sűrűn kerülhet ez végül is sorra, hiszen 13 évvel ezelőtt hozták létre a Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság kapitányai, azzal a céllal, hogy emlékezzünk a régi elődökre, a nagymamákra, nagypapákra, nagyszülőkre, akik bizony még kézi aratással végezték ezt a nagyon nagy munkát, és hogy milyen sokat kellett, milyen erővel kellett dolgozniuk ahhoz, hogy az éves kenyér az asztalukra kerüljön majd, bizony ezt itt igazán ilyenkor láthatják a mai emberek, mai szemmel, ahogy ez a verseny is mutatta. Hogyan zajlott ez, hogy az idén Karcagon került megrendezésre? Tavaly hol rendezték meg ezt a versenyt? Tavaly 12. alkalommal Kiskunfélegyházán volt a rendezése, és mivel 3 évenként kerülhet, ugye először a Jászság, Nagykunság, majd rá egy évre, kettőre a Kiskunságba is, most a Nagykunság egy városa jelentkezhetett azzal a céllal, hogy főszervezőként, rendezőként a városba hozhatja ezt a rendezvényt, és megmutathatja a karcagiaknak, hogy valamikor hogyan is zajlott a kézi aratás. A szándéknyilatkozatot polgármester úr, aminek nagyon-nagyon örülünk, mert ő borzalmasan támogatja ezt a hagyományos rendezvényt évről évre, meg a Déréné Művelődési Központnak az igazgatója, Szepesi Tibor igazgató úr szándéknyilatkozatban biztosította a kapitányokat, hogy Karcag kész fogadni ennek a rendezvénynek a szervezését, megrendezését, és hát természetesen következő évben szeretettel vár mindenkit. Hogyan választották ki a helyszínt? A helyszínt... Mármint magát a versenynek, igen, értem, a helyszínét itt igen, Karcagon. Igen. Ebbe is igazgató segített, mert együtt körbenéztünk, illetve hamarabb jött az ajánlattal, hogy a technikum közel van, könnyen megközelíthető, nem kell keringni a csoportoknak, hogyha ajánlságból jönnek, és sorolhatnám. És még ráadásul ugye, hogy kint voltunk a mezőgazdasági szakközépiskolánál, mint szabad területre, ahol eltölthetjük a napot, de magát az aratóhelyszínt se kellett kilométerekre elhagyni a várost, mert itt közvetlenül az iskolának a területén, iskolához tartozó területen nagyon-nagyon jó buzzatáblák vannak, és itt helyet kaptunk az iskola vezetésétől. Még akkor, ha jól értem, nem volt ilyen verseny itt Karcagon megrendezve? Vagy volt már a 13 év alatt? Tehát akkor ez volt az első alkalom. Ilyen nagy rendezvény első alkalommal volt. Kisebb rendezvények, amit mi saját magunk házi versenyként csináltunk, ez volt, mert hiszen mi magunk is már, mint a Aranykalász baráti kör 10 éve alakult, ugyancsak ezzel a céllal, hogy tisztelegjünk az elődök előtt, és, vagy az elődök emlékének, de
házi bajnokságok voltak, amivel egy kicsit erősítettünk arra, hogy ha mi is elmegyünk valamerre, akkor egy kis tudással, egy kis hozzáértéssel talán mi is versenyezhetünk a többiek között. És ez volt kezdetben. Mióta készültek erre a rendezvényre itt Karcagon? Mikor kezdődött el a szervezés? Szervezés bizony már hónapokkal korábban megtörténik, mert hiszen egyrészt a kapitányokkal föl kell venni a kapcsolatot, aztán föl kell venni ugye a városoknak a polgármestereivel, illetve hát az ott élő gazdaköröknek a vezetőivel, elnökeivel, mert az ő kezükbe összpontosul az, hogy csoportokat ismerik, tudják, hogy kik azok az emberek, akikből egy-egy ilyen csoportot létre tudnak hozni, és el tudnak majd jönni a rendezvény helyszínére. Tehát ők erre nagyon odafigyelnek. Hogy kell elképzelni ezt? Mekkora volumenű rendezvény volt? Hány csapat jelentkezett például? Igen. Mi egy kicsit talán nagyon is büszkék lehetünk, mert 23 csapat jött el, szinte azt lehet mondani, hogy majdnem 23 városból, de volt olyan város, persze a 23-on belül, ahol több csapattal is jöttek, mindenfelől, Kiskunfélegyházától, a Jászapátitól kezdve, a Nagykunságból, minden olyan Kunszentmártonból, tehát nem közelről, elég távolról, de szerencsére eljöttek. Hogyan indult ez a verseny, mit lehet tudnunk erről a napról? Azt hallottuk, meg tudjuk, hogy nagyon sokan voltak ezen a rendezvényen. Igen, mi saját magunk egy több mint 500 főre tagsáljuk a jelenlévőket, akik eljöttek és megtiszteltek bennünket. Ezt persze úgy kell érteni, hogy nem közvetlenül csak kézi aratásban résztvevő emberek, vagy a versenyszámokban résztvevőkön kívül is számolnunk kellett még olyan támogatókról, kísérőkről, akik segítettek, közreműködtek a csapatuknál. Tehát volt, akik busszal jöttek, tehát nem kevesen jöttünk össze. 6 versenyszám indult, ami újszerű volt, mert ez eddig még nem fordult elő a versenyek folyamán. Tehát ez egy újdonság lett itt Karcagon. Hát szerettünk is volna is új dolgokat kitalálni, hogy egy kicsit emeljük a rangját, vagy a szépségét ennek a napnak. És első versenyszámnak írtuk ki rögtön a kézi aratás kategóriás versenyszámot. Itt csapatok indulhattak. Maximum 5 fő indulhatott, amiben azt jelenti, hogy kézikaszás, aztán marokszedő, aztán a kéverakók, kévekötözők, aztán a keresztrakók, tarló feltakarítása, ami nem mindegy jám egy ilyen kaszálás után, hogy mennyire fekete az a föld, és hát maga a szerszámoknak a kalapálása, az élezése, az előkészítése az aratáshoz. Tehát ez mind ez mind beletartozott ebbe a kategóriába, tehát a zsűri tagjai, akiket mert végül is a zsűri tagokat a kunkapitányok alkották egyrészt, másrészt pedig olyan hozzáértő emberek, akiknek hát bizony régebbi múltja volt, nem éppen a fiatalokhoz tartoznak már, de vagy itt dolgoztak mezőgazdaságban, vagy pedig hát olyan iskolát végeztek, ahol igenis ismerős volt nekik ez a munkafolyamat. Tehát értékelni tudtak szakszerűen, és ennek ez volt a lényege. A második kategória, amit leválasztottunk, mert eddig mindig az arató kategóriába tartozott, de mi külön vettük, a parcella végén a megterítéshez, megterítése, a paraszti étkeknek a megterítéséhez készültünk elő, ami azt jelentette, hogy mindenfajta tájjellegű étel, akik ahonnan jöttek, annak a környezetnek a tájjellegű étkei kerültek fel, elsősorban a fröstökhez, a reggelihez, aztán lehettek olyan étkek is rajta, amit ebédhez esetleg fogyasztottak, vagy vacsorához, amikor már egy kicsit jobban leültek, pihentek, jobban ráértek, hogy készítsenek esti vacsorát. Majd gazdasszonyom vagy gazdauramnak az ünnepi teríték, ami az asztalra kerülhetett, vagy éppen egy módosabb gazdának szintén ünnepkor, családi eseménykor, és ez bizony azt jelentette, hogy bizony itt nagyon-nagyon sok fajta étek került fel. Én például a karcagit számoltam meg hirtelen, a magunkit, mi 21 étket tettünk fel, és ez mintájellegű volt. Mik voltak ezek például?
És hogyha erről beszélünk, akkor a tepertős pogácsa, és semmi sem készülhetett, csak kovásszal. A kenyér, például a cipó, ami szintén kovásszal készült, vagy a hájas tészta, vagy a különböző tészták, ilyen, hogy édesanyám túrós kaprosa, vagy füstölt szalonna, kolbásszal, kevéssel, mert ugye nem mindenkinek jutott valamikor azért a terítékére kolbász, meg fehér szalonna, tepertő, aztán sorolhatnám a pulickától kezdve a gomolyáig, az aludteig, ez mind-mind vízicibere, meccibere, sorolhatnánk szépen sorba, ez bizony mind megtalálható volt a terítékeken, és hát én úgy gondolom, hogy most Karcag igazán kitett magáért, de azért a többiek is nagyon igyekeztek, hiszen nem először voltak. Itt mit zsűriztek például azt, hogy hogyan volt megterítve? Egyrészt vagy, igen, hogy mik voltak az tehát asztalon. Nagyon vigyázni kellett például arra, hogy terített meg. Tehát azt, hogy kivigyen a parcella végére egy sörasztalt, és azon terítsen meg, mert éppen ugye az egyenes és arra jobban fel tud teríteni, nem. A leginkább az egészben az, hogy igenis az elődeink valamikor a lent a földön. És hogy mind? Hát lópokrócon. A lópokrócra tettünk abroszt, és nem újat, hanem régit, és ez nem mindegy, és az abroszra tettük fel a különböző terítékeket. És hát persze, hát pogácsa mibe lehetett volna, mint szakajtókosárba. Tehát arra is nagyon vigyázni kellett, hogy mai porcellántányérok vagy tálak nem lehettek a terítéken, csak kimondottan ezek a régi népművészeti cseréptálak, tányérok, vagy éppen a fajensz tányér, aminek ugye annak idején, hát miben fogyasztották az ebédjüket, vagy a vacsorájukat, hát ilyenekből, vagy vastányéron, ilyen lemeztányérokon, vagy cserép, ahogy mondtam is, cseréptányérokon, és hogy mi lesz, miből volt a villa, vagy éppen a kanál. Hát bizony nem a mostani kanál és villa, hanem hát az az alumínium, az a régi kanál, régi villák. Ezeket mind-mind évről évre vigyázunk rájuk, olyan helyen tartjuk, hogy magunkkal tudjuk vinni mindig, hogyha versenyre megyünk. Tehát az alak, a forma, a tartalom, ez mind-mind, és olyan emberek értékeltek itt is, akik hát bizony nagyon értenek hozzá, mert ugye sült tészták is voltak, és nem sütemények, sült tészták. És ezt a régiek nagyon tudják, hogy mit jelentett, mert hiszen keltésztákból készültek, nagyon vigyáztak rá, mert annak idején még ilyen, hogy torta, nem vittek ki egy tortaszeletet a parcella szélére bizony, hanem hát pogácsát, vagy éppen valamilyen túrós sült tésztát. Hát, ahogy jeleztem is, megszámoltam, elég sok terítékünk volt fent, de hát végül is ennek ez volt a lényege. És a másik, hogy mennyire érdekelte ez az embereket, hogy mik is vannak ott lent a földön megterítve, a lekaszált területen. Azt jelentette, hogy alig tudtuk megtartani a terítéken a föltett étkeket, tésztákat, meg egyéb dolgokat, mert galabudjitól kezdve tényleg minden volt, hogy addig várjanak csak a fogyasztásával, amíg a zsűri elvégzi a dolgát. Mert hát egy üres terítéken mit értékeljen a zsűri, de megértették, és aranyosak voltak. De aztán visszajöttek, hogy most már szabad fogyasztani? Hát hogy nem, minden azért van itt. Úgyhogy nem kellett visszacsomagolnunk, gyönyörű szépen. Csak a asztalterítőt vittük vissza, és ez így a helyes, szerintem így a jó. Tehát ez egy külön versenyszám volt. Milyen kategóriák voltak még? Emellett még csináltunk egy olyan kategóriát, hogy tájjellegű ételeknek a kategóriája, ez kimondottan tényleg minden jött versenyző a saját tájegységének megfelelően hozta az étkeket, és erre is szakavatott zsűri volt jelen, akik segítették a munkákat. Tehát ezek itt készültek, vagy nem, hozták magukkal. Hozták magukkal. Na most olyanok is voltak, valóban igaz, amik itt készültek. Ami azt jelenti, hogy addig, míg mi kint voltunk kaszálni,
a csoportok. Addig bent a kirakodó helyünkön, mert ugye kaptunk egy a Dérini keresztül standokat, amire minden település, akik jöttek, kipakolhattak, mint egy láttatva, hogy milyen tájegységről jöttek, mert tehettek ki terítőket, különböző cserépedényeket, tehát bemutatkozhattak egy picit. Ez érdekes volt, mert végül is ugye a karcagi ember az talán, nem talán, általában ismeri a saját tájegységének megfelelő népi dolgokat, de más tájegységről jött dolgok nem ismerősek. És ez nagyon-nagyon jó alkalom volt, ez új dolog volt különben. Igaz, hogy Karcag élt ezzel a lehetőséggel minden áldott évben, mi mindig vittünk egy-egy kis standot magunkkal, mi mindig bemutatkoztunk, de most igazán nagyon sokan megtették ezt, és ez végül is szerintem nagy örömet jelenthetett mindenki számára. Mert érdekes volt. A karcagiak hát természetesen a hagyományos birkapörköltet, na és persze töltött káposztát, és ott helyben sütött az egyik tagunk Ferdinándit, tehát ott előkészítve, megsütve, frissen, teljesen frissen, és még találtunk egy-két helyet, ahol szintén ott főzték, ott sütötték meg. Főztek mások is birkapörköltet. Volt olyan hely, alattyányiak például őzet hoztak magukkal, mert hát ők ezt akarták, szerették volna, vagy olyan köles, juhussal készült köles, ami aztán majd később ebbe a versenybe bizony vitte is az első helyet, mert annyira finom volt, a zsűrinek nagyon tetszett. Hát nyert egy, a birkapörkölt is, nyert a juhussal készült köleskás is nyert, aztán hadd lesek még, hogyha megengeded, hogy igen, és pásztor tarhonya. Nagyon tetszett mindenkinek, ami azt jelentette, hogy például első helyezett lesz a köleskása juhussal, aztán egy birkapörkölt második helyezett, illetve egy pásztor tarhonya, ami karcagi volt, ez pedig a harmadik helyezést érte el. Aztán készültek más étkek is, mert bevezettünk egy újabb kategóriát, hogy ne üsse egyik a másikat egy kategórián belül. Én így gondoltuk, hogy ezt talán jobb, ha ketté választjuk, és azt elneveztük egyéb jellegű ételek kategóriájának, és ilyenben töltött káposzta, pulicka, körömpörkölt, disznótoros, amit azért általában nagyon sok helyen megcsinálnak, de érdekességként elhozta, miért ne fogadjuk el. Értékeltük ezt is, úgyhogy nagyon-nagyon színes volt a paletta. Úgyhogy nem lehet panaszkodni. Aztán persze jöttek a sültészták és kalácsoknak a kategóriája. Hát mondhatom, édesanyám kapros túrósa. Ez egy olyan érdekes sütemény volt, hogy percek sütemény, családot csak rááll a szám, olyan érdekes tészta volt, hogy pillanatok alatt eltűnt a tálról. 3 tepsivel sütött az egyik kis csoporttagom, pillanatok alatt eltűnt. Pillanatok alatt. Tepertős pogácsa, Ferdinándi. Hát Ferdinándi eleve az, hogy Karcag végtelen büszke a Ferdinándi tésztára, hát miért ne? Nagyon szeretjük, mások is szeretik. Aztán fonott kalácsok, amikből aztán sok-sok mindent kialakítottak, különböző formákat csináltak. Akkor a mákos kalács, vagy hájas tészták. Na és érdekesség volt, én szerintem ilyen nem található volt eddig, mert ez is pillanatok alatt eltűnt, a töltött, úgynevezett kapros túrós csörege. Amit ugye ismernek csörege tésztát, de ugye a simát, amit csak úgy föltesznek egy tányéra, ez viszont meg volt töltve. És ez is, mint a cukor, pillanatok alatt eltűnt, mert érdekesség volt. Én ezt az édesanyámtól tanultam, úgy is adtam tovább, meg is lett most sütve, és ez úgy készül csörege tésztából, úgy kell elnyújtani, mint a derejét. Kicipózom benne a túrót, elkészítve természetesen. Ez egy édes vagy sós? Édes. És akkor szépen ráhajtom a másik felét, és csöregemetszővel gyönyörű szépen kimetszem. És olajba megsütöm. Forró olajba pillanatok alatt kisütöm, és akkor ugye tetszés szerint cukorral
behintem. Nagyon ízlett, mindenkinek tetszett. Úgyhogy hát büszkék vagyunk erre is Karcagon. És hát persze nem maradhat el a Zarató pálinka, mint hatodik kategória, és hát ebbe a barack pálinkától kezdve a szilva pálinkáig, a birsalmából főtt pálinkáig nagyon-nagyon sokfajta pálinka bejutott. Itt egyértelműen nyert egy barack pálinka, és ez is karcagi első helyezés. Hogyan szerepeltek a karcagiak? Ez lett volna a következő kérdésem. Margó néni hozott nekünk 2 darab oklevelet. Nagyon büszke vagyok rá, mert Kiskunfélegyházán tavaly első helyezést hozhattunk el, de valahogy, mivel nagyon-nagyon rossz időben voltunk, és magára az aratásra közvetlenül nem került sor, de a kipakolás, az étkeknek a bemutatása, a szerszámoknak a kiállítása, azoknak a ottani kezelése, mind-mind olyan dolog volt, amit akkor ott értékeltek. Jó, elhoztuk az első helyet, de valahogy azért mégsem úgy éreztük, volt, hogy mégsem az igazi, igen, egy hiányérzet. És mi rettenetesen készültünk erre a mostanira. Mert azt mondtuk, hogy ha most nem, akkor talán soha. És nem titok, mi előtte kimentünk egy héttel, és csináltunk egy próbaaratást, és akkor úgy mindenki elmondta a magájét, elmondta a kaszás, elmondta a marokszedő, elmondták a többiek, hol a hiba, mire kell figyelni, hova kell nagyon odafigyelni, hogy az a harangláb a keresztrakásnál az valóban úgy álljon, hogy igenis mutassa, hogy bizony az megvan a 16 kéve, és gyönyörűen mutatnak a haranglábok, lábak, és ezt mind megcsináltuk, tehát most az lehetett csak, hogyha valaki nincs igazán formába, mert ilyen is előfordul, hogy előtte egy gyakorlásnál nagyon jól sikerül bármi, de magán esetleg a versenyen valami közbe jön, nem úgy jön, mert ez egy csapatmunka. Egyének dolgoznak benne, nem mindenki egyformán teljesíthet adott esetben. De borzasztóan büszke vagyok rá, hogy mindenki egyformán teljesített. Annyira ráéreztek arra, hogy most vagy soha, hogy mindenki tette a dolgát, és maximális erőbedobással dolgozott. És ez meg is látszott az eredményen, mert a 23 csapatból mi elhoztuk az első helyezést. Ehhez gratulálunk, és ugye a hazai pályán a legszebb, legjobb érzés nyerni. Így van, és akkor ez, ami motivált még bennünket természetesen, hogy Karcagon nekünk ezt be kell bizonyítani. És aminek még nagyon-nagyon örültünk, hogy abban a másik kategóriában, amit külön választottunk az arató kategóriától, a paraszti étkeknek a kategóriája, abból is elhoztuk az első díjat, mint csoport, hát a 21 étek megtette a magáit, meg a hozzáállása a csoport tagjainak, meg a vendég szeretete, vendéglátása, mert az arató pálinka ott sem maradhatott el, és azért nem mindegy, hogy azt a galabordit is, ami egy üstel jött ki, bizony mindenki, aki odajött, mindenkit megkínáltunk. Mindenki kóstolhatott, mindenki fogyaszthatott belőle. Beszéljünk akkor most az Aranykalász baráti körről. Hány tagot számlál ez a csapat? Mennyire összetartóak? Hogyan ápolják a kapcsolatot? Mire készülnek? Mert ugye most picit lehet levegőt venni. Megnyerték itthon, amit meg lehetett, és ez nagyon jó érzéssel töltheti el a csapattagokat. Kik a húzóerők ebben a csapatban? 15 a húzóerő, 15 fő, de 19-20 embert számolok a csoportba mindig, mert olyan tagok is vannak a csoportban, akik nem közvetlenül az aratásban vesznek részt, hanem különböző dolgokkal támogatnak bennünket, és segítenek bennünket. És hogy mire készülünk, és már itt már mondom is, hogy mire készülünk, hogy fellélegeztünk, valóban igaz, nagy-nagy örömmel, még talán fel sem dolgoztuk igazán, de mi már azt beszéljük, hogy hogy is lesz jövőre, milyen új dolgot tudunk majd belevinni abba, amit csinálunk, hogy az érdekes,
azon van, hogy a közösség minél szebben, minél jobban tudjon dolgozni. Én szívem szerint senkit nem emelek ki belőle, mert mindenki hozzáteszi, ami az erejétől függ. Mindenki. Vannak benne nyugdíjasok, vannak benne még olyan emberek, akik aktívan dolgoznak, vannak benne idősebbek, fiatalabbak, próbálunk egy fiatalabb generációt kinevelni. Ezt akartam kérdezni, lesz utánpótlás? Én bízom benne, hogy igen, most még egy kicsit húzódoznak, de azért kerülgetik a dolgokat. Hát bízunk benne, hogy jövőre már el is tudunk velük indulni. Aztán, hogy mit hoz a jövő? Hát talán azt, hogy a csoportban lévő nyugdíjasoknak valóban lesz utánpótlása, és nem tűnik el úgy egyszerűen az, amit itt szeretnék elmondani, egy olyan történetet, de nagyon rövidet, hogy 2007-ben egy összejövetelen egy-két szót váltottunk, akkor polgármester Fazekas miniszter úrral, illetve akkor polgármester úrral, és úgy megkérdeztem tőle, hogy mit gondol, lehetne-e Karcagon egy ilyen kézi arató csoportot, mert én fiatalabb koromban olyan helyen dolgoztam, ahol volt, és én ott láttam, tapasztaltam, végtelen sokat tanultam az akkoriaktól. Most már nagyon idős emberek, de akkor még fiatalabbak voltak, és ők nekem sok mindent megmutattak, és én végül is abból élek igazán. És azt mondta nekem, hogy hát próbálja meg, Margó. És eltelt 10 év, abból a próbálásból gyakorlat lett. Mit kívánhatnék, hogy ez a gyakorlat tovább folytatódjon? Nem szabad, hogy eltűnjön ez a hagyomány. Ez egy vétek lenne úgy elhanyagolni, hogy egyszerűen elfelejtsék az emberek. Mert ehhez sok-sok embernek az izzadsága, az ereje, a munkája, a tapasztalata, az élete benne van. Köszönöm szépen, Margonén, hogy eltetszett hozzánk jönni. Még egyszer szívből gratulálunk az eredményekhez, és kívánjuk azt is, hogy legyen folytatás, és jövőre legyen ismét nagy siker a következő ilyen versenyen a karcagi csapatnak, az Aranyka Lász baráti körnek. Köszönöm, hogy itt volt. Szívből köszönöm szépen a meghívást, és persze a segítségeket is, amit időnként kapunk. Kedves nézőim, erre megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Nagy Zoltánnal beszélgetünk itt ebben a nyári hőségben. Gondolom, hogy azért nagyon sokan elsősorban a dinnyét keresik. Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Igen, hát most már itt a magyar dinnye, itt a dömping áruljuk itt a dinnyét, össze-vissza mindenki dinnyét árul. Igen, most ennek van a szezonja. Keresik, nézik a vevők, már most mi 100 forintért adjuk kilóját, Meggyes egyházáról hozzuk, nagyon finom, jó ízű, meg is van érve, és még nem is kásás. És mi a jellemző a házi asszonyok? Elkezdték már a befőzéshez a vásárt, tehát a savanyúságot rakják már el, főzik-e már a paradicsomot, vagy még kivárnak? Igen, nos, a befőzés, hát az a része, hogy a lekvár. Nagyon sok, hál' Istennek, nagyon sok meg szép kajszi barackunk volt az idén, megadta a Jóisten, nem minden évben van. Most azokat viszik a barackot a lekvárnak. De még úgy, hogy csalamádét, meg ilyesmiket, még ilyen uborkát, szeretik a kovászos uborkát elviszegetni, már ugye savanyítani, meg ebbe a jó időben már érik befele. De még úgy, hogy ilyen vegyes savanyúságot, meg nincs ugye nálunk ilyen paprika, ez a fehér, ez a, minek hívják már? Töltenivaló paprika, már van a TV paprika, de ez a kisebb alma paprika, van édesbe is, ugye meg erősbe is, azok még nincsenek, hát majd egy kicsit később, gondolom egy jó hónap múlva már, arra is lesz rá példa, hogy savanyítani viszik, vagy lesznek ezek a kisebb, apróbb fürtös uborkák, ugye betenni az üvegbe, azok majd lesznek már, és akkor azt gondolom, akkor jobban fogják vinni. Most a barackot viszik, meg dzsemnek az őszi barackot. De azért már látom, hogy a burgonyára is jócskán lejjebb ment a paradicsom paprikára is, tehát ezek már magyar termékek.
Igen, ezek már mindnyájan magyar termékek. Hát a burgonya az lehetne olcsóbb, mert még mindig 140 forintért áruljuk, megmondom. A paradicsom az már most 200 forint. Nagyon szép vastag húsú fehér töltenivaló paprikánk van, az már 300 forintért van kilója, de rengeteg esik egy kilóba, az már való igaz. Hát igen, egy kicsit lejjebb estek az árak, eshetne még, az időjárás se volt hozzánk olyan túlságosan kegyes, most ugye ez a borzasztó szárazság, hát nem tudom, ennyire tudjuk megvenni, ennyire tudjuk adni, ugye a piac az dönt el mindent. És egyébként mennyire jellemző, hogy többet vesznek, vagy inkább egy-két darabot vesznek? Nem feltétlenül, aki úgy befőz, vagy elrak, az vesz többet. De még most is van, hogy 3 szem paradicsom, 4 szem paradicsom, pedig júliusban, augusztusban, amikor van ugye a dandárja, akkor egész nyugodtan lehetne kilószámra is vásárolni, mert hát mikor legyen az ember finom, meg jó paradicsom, hanem júliusban, meg augusztusban, ugye. Hát kinek mennyi kell, kinek mekkora háztartása van, aki feljön, és akkor feljön itt 2-3-szor is egy héten, vesz egy-egy fél kilót, és az neki elég. Azt is odaadjuk a 2 szemet, meg odaadjuk a 20 kilót is. Vittek itt már a 20 kiló sárga barackot is. Azt is ugyanúgy odaadjuk, meg a 2 szemet is. Ebből nincs probléma. De akkor reméljük, hogy sokan tudnak majd befőzni, és hiszen az árak egyre lejjebb mennek. Hát igen, reméljük, hogy sokan fognak befőzni, és hogy egyre olcsóbban, ugye nekünk is az lenne a jobb. Ha 20 forintért megvennénk egy kiló dinnyét, 40-ért meg eladnánk, azt akkor nem is kéne egyenlni, felállni, hanem gurítanák hazafele, mert az egész dinnye az gudul, azt nem kell emelni. Azt gondolom, hogy azért az ön standján a humor is jellemző, tehát itt hallottuk, hogy azért ez is fontos. Nem feltétlenül a humor, meg itt nem én eszetlenkedek itt, de nem csak azért jönnek biztos a vevők. Hát ugye én azért vagyok itt, hogy eladjam a krumplit, meg az zöldséget, meg mert jól nézek ki, de biztos másokkal is van, azért szép a termékünk is, meg igyekszünk úgy csinálni. De akkor sok vásárlót kívánunk. Köszönöm szépen, viszontlátásra, üdvözlöm Önöket, csókolom. Vinis Bélával beszélgetünk, úgy látom a szatyrában azért, mert sok minden van, mit vásárolt? Nem olyan sok minden, egy kis paradicsom, paprika, kis házi kolbász, túró, ilyen vegyesen kell a vitaminmel, egy kis húsos dolog is. Az az igazság, én gyümölcs, fával foglalkozom, azt az ilyen kis apró dolgot itt a piacon tudja megvenni frissen az ember, mert kicsi otthon nem éri meg termeszteni. És egyébként hogy látja, hogy sok vidéki jön, hogy a kínálat az milyen? Kínálattal nagyon meg vagyok elégedve, de sok szép portéka van, úgyhogy csak pénz legyen, meg vásárló. És egyébként hogy csökkennek az árak? Tehát azt azért gondolom, miután hetente rendszeresen jár, azért látja, hogy mennek lefele, ahogy érnek befele a magyar termékek? Igen, úgy szép fokozatosan csökken, de amelyik vagy fut ki termék, például annak már az ára majd nem fog csökkenni. Például a paradicsom, vagy sárga barack, ilyesmire gondolok. És egyébként a dinnye, az mennyire kedves önnek? Nagyon is, csak sajnos nem merek enni, mert annyit tudok belőle, hogy rengeteg, és 3 kilóval feljött a gyáron. Most is itt dinnyét keresek, csak olyan nagyokat termelnek már, hogy nekem félbű is elég lenne, egy 2-3 kilós kisebb olyat keresek. Egyszerűen addig eszem még vannak, nem lehet többet hazadni nekem például. Mondjuk a munkában nem így vagyok. És egyébként mondjuk az uborkát, tehát majd tesznek el savanyúságot, csalamádét, vagy inkább mindig csak frissen, ami kell? Nem, én annak vagyok a híve, mint kunságon felnőttem, hogy mindent teszek el, ahogy érik az első gyümölcstől, például a cseresznye megy, akkor baraclekvát szeretem nagyon télen piskótával, friss tyúk tojással, akkor uborkát is olyan könnyű már eltenni, hogy nem igaz ember bemegy, megveszi azt a kis tartósítószert, felmelegított a üvegbe berakja az uborkát. Én évek óta például én magam szoktam csinálni, én csinálom, mindig elteszik meg. Céklát szeretjük meg, mert az az ilyen vitamindús, igazi magyar kunsági kajákat, uborkát is nagyon, mindent teszünk el, ami van, én például. De hát akkor gondolom, hogy ez azért is fontos, hogy tudja, hogy mit eszik, hiszen ön rakta el, tudja, hogy mivel van tartósítva. Általában biotermékeket teszek el, de nem beiszes, ha úgy kibírja az ember, meg már lehet hozzászoktunk, hanem is bio évek alatt. Hát akkor reméljük azért a piacon talál olyan dinnyét, ami önnek megfelel, ha meg nem, akkor megvesz egy felet.
Hát meg mondjuk meg lehet negyedeltet nézni, de az az igazság, ha negyeden teszi be az ember a hűtővet, csorog a leve ide-oda, azért jobb egy felet venni, ilyen praktikusan kell már nézni a dolgokat, hogy ne folyjon ki azt. Na, ez van, utána megyek szilvát szedni, mert pálinka lesz az első, én arra azt tervelek. Akkor jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen! Rásó Róbertel beszélgettünk, aki Nádudvarról érkezett. Mi mindennel érkezett a karcagi piacra? Görögdinnyét hoztam, paradicsomot hoztam, paprikát, tököt, uborkát, meg burgonyát, meg hagymát. És hogyan látja, mennyire keresik a magyar termékeket? Tehát már most azért az árakban megjelennek a magyar termékekben is. Azt keresik inkább, vagy igen, az olcsóbban? Mindenki azt keresi, a magyar terméket jobban keresik itt a karcagiak, jobban szeretik a termelőit. Igen. És hogyan csökkennek az árak mostanában? Tehát... vészesen csókolom. Nagyon csökken, a dinnyára nagyon csökken, 180 lesz szívem. A dinnyára nagyon csökken. Mit keresnek inkább, a sárga dinnyét vagy a görög dinnyét? A görög dinnyét. A görög dinnyét jobban keresik. Igen, abból mindig kétszer annyit eladunk, meg háromszor annyit, mint a sárga dinnyéből. Adok vissza magam, jó? És csak piros bélű van, vagy szokták keresni a másfajtát is? Nem, itt a termelőknél van sárga bélű is, helyi termelőknél, és szokták azt is keresni. Tavaly árultam én is, idén nem jutottam hozzá. És a sárga dinnye azok közül melyik fajta favorit? A zöld bélű, a cukordinnye, a London. És önnek mi a kedvence? Ah, nekem a görög dinnye. Én nem vagyok sárga dinnye, és a jó görög dinnye, a rubin, a szép piros dinnye. És egyébként vannak már mag nélküli dinnyék, azokat mennyire lehet egyáltalán elfogadni? Én kóstoltam már, nekem nem ízett annyira. Na, annak vannak fajtájától válogatja, tehát van, amik annak is nagyon finom, a mag nélkülinek is. Csak olyat kell választani. Az az egyszín zöld héjúba is van, meg a csíkosba is, amik finom van, amik meg nem jó. Akkor szerintem mindig meg kell kérdezni a szakembert, hiszen ön azért jobban ért hozzá. Így van, én a csíkos dinnyére esküszök. És még egy trükköt áruljon már itt a végén, hogy lehet megtudni, hogy jó-e a dinnye. Tudom, van ez a kopogtatás, de mi a trükkje, hogy megnézzük, hogy jó-e? Meg kell kóstolni. Egyre kell jönni én hozzám minden karcaginak, és meg kell kóstolni, jó. Reméljük sokan itt tesznek, köszönjük. Én is nagyon szépen köszönöm. Fülöp István őstermelővel beszélgetünk. Úgy látom, hogy a fokhagyma már saját termés, mi mindent tud most még árusítani? Igen, hát... uborka, most jelenleg fokhagyma, majd jön a paradicsom, meg lilahagyma. Más egyelőre nem is lesz, meg nem tudom, majd elválik az ősszel a kukoricaérés után, hogy a sütőtök hogy alakul. Vagy lesz, vagy nem. Mert... és mennyit kell öntözni, vagy lehet-e a kertben öntözni? Lehetne, mert az egyik darabban van kút, másikban nincs. És ez ott terem, amelyikben nincs kút, és ez nem locsolt. A öreg természet, ha meglocsolja, akkor jó, ha nem locsolja, úgyis jó. Az vagy terem, vagy nem. De hát gondolom azért csak oda kell rá figyelni, meg a gondoskodás azért így is meghálálja. Odafigyelünk, mert azért megkapáljuk meg mindent, tehát tisztán tartjuk, és azért meghálálja, ha gondoskodik róla az ember. És milyen érzés, amikor az ember a sajátját fogyaszthatja, tehát kimegy a kamrába, és a sajátját hozza be? Jó, Erzsike, nagyon jó, mert nem jövünk ide vásárolni, csak eladni. Tehát én azt kívánom, hogy sok mindent teremjen akkor meg, hiszen azért még sok minden van a kertben. Hát még van, ugye majd most jön a szilva szezon, úgyhogy hát igazat nem hozok fel a piacra, az megy a hordóba. Hát akkor van mindig mit csinálni, jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen, és viszont kívánjuk. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk kint a futópályán, hiszen aki jár erre, láthatta, hogy munkálatok folynak. Mi is ezt pontosan arról André Zoltánnal beszélgettünk, a Nefag ZRT szolnoki igazgatóságának a igazgatójával. Mit kell tudni erről a beruházásról? Jó napot kívánok! Társaságunk
Pest megyében és Szolnok megyében szinte az összes község és város határában kezel erdőt. Erdőgazdálkodás mellett a közjóléti szerepvállalásunk is azt gondolom, hogy igen meghatározó. Több arborétumot, parkerdőt kezelünk, erdei táborokat, erdei iskolát működtetünk. Az idei évben Karcag városában a Karcagi parkerdőnek a további fejlesztésére esett választásunk, és itt akarunk további attrakcióval bővíteni az ide látogatóknak a figyelmét felkelteni. A lombkorona tanösvény az itt egy eszközként tekintünk, egy turisztikai eszközként, ami azt a célt fogalmazná meg, hogy az ide látogatók megismerkedjenek az helyi erdőkkel, a helyi erdőknek a történetével. Belpróbálunk csempészni a lombkorona tanösvény megépítésébe több ilyen szakrális, kulturális, helyi néprajzi motivumot, illetve akik ide jönnek, azok a gyakorlati madárvédelemről tanulhatnak, és amikor kellemes sétával ezt az akadálymentesített lombkorona tanösvényt úgymond leküzdötték, a végén megpihenhetnek egy attraktív környezetbe, ahol gyerekeknek játszótér, a további sporteszközök fognak rendelkezésre állni, madárítató, és egy szép környezetet próbálunk teremteni. A futók, akik eddig is használták, és meglepően sokan használták örömünkre ezt a múcsúzott pályát, az erdő talaját, azt felfrissítve szintén vissza fogják kapni. Gyakorlatilag ezt az egész lombkorona tanösvényt úgy terveztük, hogy a idős fákat, amiket még 1948-ban ültettek, ne kelljen kivágni, és az a lombkorona úgy kanyarogjon, hogy minél közelebb ezek a fákhoz, de a ő védelmük mellett. Hát akkor ezt ténylegesen úgy kell gondolni, nem a földön, hanem tényleg ott fönt, ez kb. Hány méter magasságot jelent? A járószintje az 5,5 körül lesz, így lehet mondani. Az a szerencsénk, hogy ez egy agyaggödör, és az agyaggödörnek eleve van egy 2 méteres mélysége a kitermelés után, és ebbe a gödörbe telepített erdő igen szépen növekszik, és gyakorlatilag úgymond hátteret szolgáltat, és azt mondom, hogy Karcag na igenis büszke lehet erre az erdőre, mert a környéken nincs ilyen szép tölgyerdő, mint ez a ligeterdei kis erdő. És akkor körülbelül mikorra készül el a beruházás? A kivitelező ősz végére vállalta a munkák befejezését, és utána szeretnénk ezt egy átadás után a ide látogatóknak a rendelkezésére bocsájtani. Úgy tudom, hogy van egy érdekes karcagi vonatkozása is ennek a beruházásnak. Igen, próbáltunk minél több Karcaggal összefüggő látványelemet megvalósítani. A látványterven látszik például egy domb, ami akár egy stilizált kunhalomnak is tekinthető, illetve a kunhalomnak a bejáratán egy úgynevezett karcagi csatkarika, ami a 14. századra datált régészeti lelet, és az az érdekessége, hogy a legrégibb és leghosszabb egybefüggő hieroglif írásjelekkel íródott, és gyakorlatilag ez egy a székely kun és a szepei népeknek egy ilyen összetartozását jelképezi azzal, hogy olyan írásjel motívumok jelennek meg, amik ugye az azonos eredetet fejezik ki. Milyen pénzben valósul ez meg? A NEFAK ZRT ezt a beruházást saját forrásainak felhasználásával, saját pénzéből úgymond eredményének terhére valósítja meg. És terveznek esetleg még más, hiszen azért Karcagon van a NEFAK-nak egy másik erdője is. Igen, ott gyakorlatilag Karcagon egy 500 hektáros vadászerdő van, ez a karcagvapvárai erdőtömb. Ott pedig hamarosan egy megújult látogató, tehát látogatható és vendéglátásra is alkalmas vadászház épül. Inkább erdei szálláshelynek mondanám, mert olyan funkciókkal próbáljuk azt is felruházni, hogy nem csak vadászvendégek, hanem akik itt a helyi turizmusi alföldér Hortobágy kapujába szeretnének eltölteni időket, akkor ők is tudjanak itt szállást kivenni maguknak. Akkor azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó hír arra az erdőre nézve is, és akkor itt mondta, hogy azért vigyáznak arra, hogy a minimális legyen az a fakivétel, amire itt most sor kerül.
Igen, gyakorlatilag csak annyi cserje és növény lett a pontos kimérés után itt kivágva, ami az éppen szükséges ez az építményhez, és reméljük, hogy ez tájba is fog majd simulni. Például az oszlopait is csiszolt mart akácoszlopokból természetes görbeséggel is alakúra fogjuk mintázni. Azon kívül vannak olyan fák, amiket belevettünk ennek a lombkoronába, és körbeöleli maga a járó felület is majd ezeket a fákat. Akkor érdeklődéssel várjuk, és akkor ősszel meglátjuk, hogy ezekből mi valósult meg. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen, hogy felhívattam a figyelmet az ide látogatóknak, hogy egyelőre itt egy építkezés folyik, és balesetveszélyes legyenek körültekintőek, a futókat pedig ilyen terelő úton a gyors fiatal erdőn keresztül, úgymond hogy szokták ezt mondani a helyiek, a gyorsítópályán próbáljuk elterelni az építkezés mellől. Köszönjük! Köszöntöm nézőnket, Molnár Párral beszélgetünk itt kint a Baboskertben, hiszen a Városgondosság tulajdonában lévő kert is bevezetett a legszebb konyhakertek programba idén is. Itt mi már szétnéztünk, gyönyörű a kert, azt gondolom, hogy nagyon sok munka van ebben. Így igaz, minden évben szoktunk ezzel a lehetőséggel élni, hogy benevezzük a általunk művelt kertterületet erre a versenyre. Minden évben elismerést is szoktunk kapni, de úgy érzem, a képek önmagáért beszélnek. Ez egyébként egy közmunkaprogramnak a része, egy mezőgazdasági keretből pályáztunk le konyhakert kialakítására, aminek első lépése az volt, hogy körbekerítettük, és a körbekerítéssel együttemben a öntözési lehetőséget is kialakítottuk, engedélyezett kutakkal, ciszternás tároló vízmelegítéssel, és úgy érzem, hogy évek óta nagyon szépen dízlik a Téglás 2-es kert végén ez a kertészet. És hát azért mindig bővül is, hiszen ahogy most bejöttünk, én fűszernövényeket láttam, úgy emlékszem, hogy mintha az tavaly nem lett volna, lehet, hogy volt, csak én nem figyeltem, akkor van már méhészet is, tehát gondolom, hogy mindent igyekeznek kihasználni, hiszen itt a rengeteg fa adott a méhészethez is. Így van, hát a méhészet is szinte egyszerre indult ezzel. Természetesen a nektárt, a méz alapanyagot nem innen gyűjtik be, csak a méhek, mert máshol is el kell nekik repülni, de a áldásos tevékenységet elvégzik, a gyümölcsfáknak a beporzását, jó részt a mi méheink végzik. Itt azért beszéltünk az előbb többekkel is, és mondták, hogy ebben a nagy forróságban úgy dolgoznak, hogy korán kezdenek, és akkor délelőtt, mire jön a nagy forróság, akkor azért már a munkák nagy részét elvégzik. Így igaz, de ezt már őseink is kitalálták, hogy a kertészeti munkákat nyári időszakban, hogyha bejön a 30-35 fokos forróság, akkor inkább a korai órákban, vagy a késő délutáni esti órákban végzik el, de itt sikerült annyi létszámot lepályáznunk, hogy a délelőtti órákban el tudják már a napi teendőket végezni, és estére már nem kell, csak különleges esetben, abban az esetben, hogyha növényvédelmi, növényápolási munkákat végzünk, amelyeket csak az esti órákban lehet elvégezni. Van erre is példa. Nem tudom, hogy most így hirtelen kapásban meg tudja mondani, hogy hány fajta fa, hány fajta növény van most itt. Hát pontosan nem tudom megmondani, de körülbelül 15 fajta fa van, és körülbelül ennyi a kultúrnövény is, amit termesztünk. Itt azért azt mondjuk el, hiszen nézőink közül nem mindenki tudja, hogy ez nem a piacra kerül, hanem az étkeztetés számára, a közétkeztetés számára. Természetesen a első célunk az volt, hogy a gyerekek a gyerekétkeztetésben minél egészségesebb, lehetőleg vegyszermentes termékeket tudjanak alapanyagként felhasználni a gyerekétkeztetésben. Ezt a vonalat követjük, de a felesleget a szociális otthonba, az idősek otthonába is át szoktuk adni. Van, amit térítés ellenében, de jó részt térítés nélkül szoktuk átadni, és úgy érzem, hogy a biztonságos élelmiszerek elsődleges fontosságúak ma az étkezésünkben. És azt gondolom, hogy azért mindig van mit újítani. Lesz-e már az idei tapasztalatok figyelembevételével valami olyan, amit jövőre még szeretnének, mert mondjuk esetleg a vállalkozók részéről igény volt rá? Természetesen figyelembe kell venni a piaci igényeket is, hogy mire van igény. Olyan növényeket nem érdemes termeszteni, amit a magyar étkezés, a étkeztetésben nem használnak föl, de figyelembe kell venni a szakmai előírásokat, gondolok itt a vetésforgóra. Ezeket szoktuk figyelembe venni, de én mindenféleképpen szeretném a jövő évben egy bizonyos területen a dinnye termesztést is elindítani.
Hát akkor azt gondolom, hogy ehhez is lesz majd a feladat adott, viszont a további lépésben arra is gondoltam, hogy esetleg feldolgozni, hiszen azért a környező településeken már erre is van példa. Igen, van példa, és látom is, hogy nagyon komoly problémákkal küzdenek ezek a feldolgozó, ipart választó kisebb vállalkozások, közmunkaprogramok, ugyanis bizonyos szempontból az jó jel, hogy a versenyszféra, a reálszféra egyre jobban felszippantja azokat a munkavállalókat, akik igényesek a munkájukra, megfelelő végzettséggel, szakmunkás bizonyítvánnyal, középiskolai, vagy esetleg főiskolai, vagy ne adj Isten egyetemi végzettség rendelkeznek, de igényes munkaerőt már mondhatom azt, hogy a versenyszféra segédmunkás részből is nagyon sokat fölvesz, és mi ez volt az első év, amikor munkaerőhiánnyal küzdünk, tehát nem találunk kőműveseket, lakatosokat, de mondhatnám a villanyszerelőket, de mondhatom azt, hogy kertészeti szakmunkásokat sem, vagy egyáltalán segédmunkásokat, akik ismerik és jártasak ebbe, úgy kell már nekünk betanítani őket, pedig azért jól jönne, hogyha már megfelelő szakmai tapasztalattal, megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, de mondhatom ezt a méhészetre is, de az ipari területekre is. Tehát ebben azért nem gondolkozunk, mert jelen pillanatban közfoglalkoztatásra olyan munkaerőt, aki a feldolgozásban is részt vehetne, nem tudnánk találni. Olyan programot meg én nem szeretnék indítani, ami utána csődös, valami csőddel vagy csúfos véggel érne véget. És hát gondolom, hogy mire itt valakit kitanítanának, megszereznék ehhez a bizonyítványt, addig esetleg más településen meglépik, és akkor megint okafogyottá válik a dolog. Igen, de még egyszer mondom, tehát egyszerűen nincs munkaerő, de ezt hallom nem csak a közmunkásokat foglalkoztató intézményektől, cégektől, hanem hallom azoktól a reálszférában működő vállalkozásoktól is, hogy egyre kevesebb igényes munkaerőt találni. Jó részt elmennek esetleg magasabb fizetségű vállalkozásokba, főként a Dunántúlra, de nagyon sokan külföldre is távoznak. Sajnos az a közmunkában is megfigyelhető. Vannak olyan közmunkásaink, akik már Nyugat-Európában dolgoznak. Azt gondolom, hogy akkor ez nem egy egyszerű feladat lesz megvalósítani, hogy ezt a gyönyörű kertet ugyanígy tartsák jövőre is, de azért beszéljünk egy picit a palánta nevelésről is, hiszen azt elfelejtettem említeni, hogy nagyon sokat önök nevelnek. Így igaz, a cél az volt, hogy csökkentsük a költségeket, és ezt meg tudtuk oldani, úgyhogy néhány évvel ezelőtt pályáztunk egy fűtött üvegházra, ahol már a téli időszakban megkezdődik a fűtés ennek a melegháznak, ahol elkészítjük nem csak a zöldségpalántákat, hanem a virágkertészetnek is egy részét alapanyagként el tudjuk látni a közterületeket is. De akkor reméljük, hogy jövőre is be tudják vetni ezt a gyönyörű kertet, és hát majd a zsűri pedig értékelni fogja szeptemberben, megtudjuk, hogy hogyan szerepelt az önök kertje a többi között. Így igaz, jövő évben is, ha amennyiben lesz közmunkapályázat kiírva, akkor pályázni fogunk rá, figyelembe véve azokat a piaci változásokat, ami a munkaerőpiacot érinti, hogy lehetőleg olyan programba tudjunk elindulni, amit teljesíteni is tudunk. Eddig még sikerült. Reméljük így lesz, köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Hungarikumokkal és kézműves termékekkel várta a kilátogatókat a most megnyíló Természet Operaháza Tiszatavi Fesztivál Tiszafüreden. 4 év alatt szökkent szárba az a magánkezdeményezés, amely mára a térség legnagyobb kulturális rendezvénye lett. A Tiszatavi Operafesztivál Debrecen Ildikó jóvoltából jó helyen és jó időben lett elültetve. Jó hely itt a Tiszató környéke, és jó időben, nem később, nem túl korán, a kelleténél. A 3 napos rendezvény ötvözi a komoly zenét, az egészséges életmódot és a környezetvédelmet. Olyan fantasztikus élmények és érzések értek, amire azt gondoltam, hogy ezt a méltatlanul elhanyagolt Tiszatavat én így éltem meg akkor, egy kis kultúrával, komoly zenei kultúrával föl lehetne pezsdíteni. A tiszatavi régió idegenforgalma évről évre nő, egyre többen keresik a természetközeli élményeket. A Természet Operaháza Tiszatavi Fesztivál otthonra lehet ebben a régióban, a Tiszatónál, és Tiszafüred is befogadta a rendezvényt. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a nyitónap eseményeinek ismét a Tiszató fővárosa, Tiszafüred lehet a helyszíne.
Az Operafesztivál vendégei szombaton kerékpárral járják körbe a Tiszatavat úgy, hogy minden egyes pihenő egy-egy komoly zenei koncert helyszíne is lesz egyben. Olyan nemzetközileg elismert művészek lépnek fel, mint például Péter Szabó Szilvia, Lajkó Félix vagy Miklósa Erika. Vasárnap hajókirándulás várja a vendégeket. Kedves nézőink, Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a kuláküldözés áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett megemlékező rendezvényünkön. Külön is tisztelettel köszöntöm Dobos László polgármester urat, a Karcagváros önkormányzat polgármesterét, köszöntöm Kovács Szilvi alpolgármester asszonyt és Gyurcsák János alpolgármester urat, illetve külön köszöntöm Rózsa Sándor jegyző urat körünkben. Köszöntöm a megjelent képviselőket és az intézmények vezetőit, illetve képviselőit, a civil szervezetek intézményének megjelent képviselőit, és minden más vendégünket. A kuláküldözés áldozatainak emléknapja alkalmából már hagyomány, hogy Szendrei Gitta egy néhány verset, illetve prózát mond. Most ismét körünkben üdvözölhetjük Szendrei Gittát, aki a Színház és Filmművészeti Egyetem frissen végzett hallgatója, és ebben az évadban immár a Budapesti Katona József Színház művésze lesz, és megkérem, hogy mondja el most is a verset. Három hunyorítás. Odakin már setteng a reggel, és a parton túli hegyekkel aranyszárnyú szellők játszanak. Így fekszem. Ringó fél homály van. A körtében alszik az áram, de fölébred és felkél a nap. Végig kutatja fekhelyem, és az ablak most csupa rezzenés. Zengő négyszög, tüzes csobogó, futófényben lengő lobogó. Figyelj csak! Hármat jobbra lépeget az asztalon, hármat meg balra lép a lassan ébredő virágcserép. S a megriadt pohár gyors fényeket irkál a falra, s fürge gondokat űz az álomtól kerge gondolat. Tegnapi újság fekszik most a földön. Alvó címeit újra költöm, s tiszta szobámon átalúszik a förtelmes politika.
Már figyelem a távol híreket. Már egy-egy szó ritmusra lépeget, hogy tagjaim az álmot levessék, s ujjamon végig szalad az idegesség. Köszönöm szépen Szendrei Gitta versmondását, és az ünnepi megemlékező beszédre felkérném dr. Pintér Zoltán Árpádot, aki a Karcagi Nagykun Református Gimnázium egészségügyi szakgimnázium tanára. Tartsa meg ünnepi megemlékező beszédét. Tisztelt egybegyűlt megemlékezők! Az országgyűlés 2012. március 26-án nyilvánította a kulák üldözés idején tönkretett magyar gazdák emléknapjává június 29-ét, Péter Pál napját, amely a hagyomány szerint a betakarítás kezdete, a parasztság régi ünnepe. Vannak történeti fogalmaink, melyek jelentése egy korszakváltás során megváltozik. Ilyen szakszó a kulák is, amely orosz eredetű s eredeti jelentése ököl. Majd fokozatosan a nagy gazda jelentése társult hozzá, s a sztálini sajtó termékeként végül jelentései között megjelent többek között a zsugori fogalom is. A kulák fogalma Magyarországon 1948-tól került elsősorban a kommunista párt sajtóba, és úgy vált közismerté, mint kizsákmányoló, a dolgozó nép ellensége, akit karikatúrákon nagyhasú naplopóként ábrázoltak, de megjelent pók, pióca, vagy éppen vérszívó vámpír alakjában is. Szélesebb kontextusban olyan birtokos parasztot jelentett, aki jelenét és jövőjét nem a termelő szövetkezetekben képzeli el. De kik is voltak valójában az így módon megbélyegzett kulákok? A parasztságnak az a része, amely szorgos munkával igyekezett bekapcsolódni az árutermelésbe, és az így szerzett jövedelmét nem felélte, hanem visszaforgatta az egyre növekvő gazdaságába. Aki akarat ereje és megfeszített szorgalma verejtékéből évről évre kikerekítette birtokát, s azt fejlesztve újabb és újabb darab földöket, igavonó állatokat vásárolva, esetenként alkalmi munkaerőt felhasználva igyekezett növelni a termelést. Ez az életforma rengeteg munkával, a családi munkaerő maximális felhasználásával járt. Hazánkban csak úgy, mint a kelet-közép-európai régió más országaiban történelmileg régre nyúló okok miatt egy rendkívül aránytalan, mondhatni igazságtalan birtokszerkezet alakult ki. Az arisztokrácia mintegy 200-300 családja tulajdonában összpontosult minden termőterület egyharmada a trianoni béke előtt, s ez az arányszám csekély mértékben változott a trianoni béke után is. A parasztság módos, ügyesen gazdálkodó tagjai így csak a szegény parasztság rovására kerekíthették ki birtokaikat, s így feléjük az agrárproletárok irányából legalább annyi néma dű és feszültség állt fent, mint az urak világa felé. Az 1945. évi földosztással százezrek érezhették úgy, hogy végre esélyt kaptak arra, hogy a maguk uraként gazdálkodhassanak. A szárnyait bontogató és a demokratikus államrendet megingatni vágyó kommunista párt kihasználta és manipulálta ezen agrárius tömegeket, s mint utóbb bebizonyosodott egy ősrégi taktika az oszd meg és uralkodj módszerével. Az MKP, majd utódpártja az MDP agrárpolitikájában az 1948-tól felerősödő kollektivizálás hátterében már a formálódó hidegháború szembenállás állt. A kelet-közép-európai térségben bekövetkező szovjetizálás a gazdaság minden területén maga után vonta a magántulajdon korlátozását, a magánvállalkozások felszámolását, s így az agráriumban az erőltetett és kényszerített szövetkezetesítést.
Rákosi Mátyás 1948. augusztus 20-i kecskeméti beszédében már sürgette: a kulákság, mint az utolsó és legnépesebb kizsákmányoló osztály felszámolását. Ekkor lett, ekkor vált politikai ellenséggé a módos parasztság. Tisztelt hallgatóság! 1950 és 53 között mintegy 400 ezer esetben ítéltek el nagygazdát, közellátás veszélyeztetése vétségének vádjával. Ebből a megdöbbentő számból nem lehet pontosan következtetni az érintettek számára, ugyanis egy személy rendszerint többször is bíróság elé került. A korszakban igazodva a sztálini típusú szovjet jogrend abszurditásaihoz, nevesül a Visinszki elfhez, elég volt bármi nemű fizikai kényszer, kínzás hatására beismerő vallomást kicsikarni a kuláktól, többnyire koholt vádakban. Az így befeketített kulákot a koncepciós perben már eredendően bűnösnek tekintették, önmaga felmentésére aligha volt esélye, megcsúfolva ezzel a jog legszentebb hagyományait. A kulákperekben, hasonlóan a politikai kirakatperekhez, koncepciós perekhez, a kulákokat jóval keményebb büntetéssel sújtották az osztályszempontú ítélkezés miatt. A büntetés lehetett pénzbüntetés vagy teljes vagyonelkobzás, de nem volt ritka a több hónapos börtönbüntetés sem, és 1950-ben halálos ítéletek is születtek, miután néhány nagygazdát szándékos gyújtogatás vádjával bélyegeztek. A kulággazdáknál rendszeresen megjelentek az úgynevezett elszámoltatási bizottságok, amelyek hatósági támogatással a pincétől a padlásig átkutatták a gazdaságot, elrejtett termények után kutatva. Ezek voltak az úgynevezett padlássöprések, és ebből a szempontból a legkritikusabb időszak 1952-53 tele volt, amikor mintegy 800 ezer gazdánál nemhogy kenyérre való gabona nem maradt, de már a jövő évi vetőmag is a padlássöprések maradékába került. Országosan mintegy 71 ezer kulák családot tartottak nyilván, s bár hivatalosan a 25 holdon felül gazdálkodó közép és gazdag parasztok számítottak kuláknak, a gyakorlatban ezt a helyi pártvezetés döntötte el. A karcagi kulák listákból tudható, hogy ha a helyi vörös hatalom úgy kívánta, a 21 katasztrális holdon gazdálkozó középparaszt is kulákosítható volt. Karcagon 1950. március 7-éig 271 kulákot tettek listára. Ezek alapján 1950. július közepéig a megye területén a Jászberényi járásban 127, a Jászapáti járásban 38, a Kunhegyesi járásban 13, a Tiszafüredi járásban 41, a karcagi járásban, Karcagon 13, kisújszálláson 20 kulák ellen indult eljárás, különféle szabotás cselekmények elkövetése miatt. Zömük esetében a vádak egészen abszurdak, és a klasszikus hidegháború hisztériájának fényében íródtak, íróasztal mellett politikai megrendelésre. Egy évvel később, 1951. július végén újabb összefoglaló jelentés készült, mely szerint a Jászapáti járásban 40, a Jászberényiben 27, a Kunhegyesiben 12, a Kunszentmártoniban 65, a Törökszentmiklósi járásban 7, Karcagon 25, kisújszálláson 17 kulák ellen indult eljárás. A Rákosi rezsim diktatúráját irányító mindenható állampárt, az MDP Szolnok megyei bizottsága, majd 1954-től végrehajtó bizottsága iratai, jegyzőkönyvei mára kutathatóak, nyilvánosak. Minden a kommunizmust működtető és gyakran véreskező párt funkcionárius tevékenysége lekövethető, s ha a gyakorlatban aligha, elvben felelősségre vonhatóak. Az MDP Szolnok megyei bizottsága 1949. augusztus 2-i ülésének jegyzőkönyvéből idézek.
Karcagon egy P. Szabó nevű kulákot tartóztattak le, mert az aratáshoz későn fogott hozzá, s a gabonája pergésnek indult. A rövid és erőltetett vád talán egy csekély pénzbüntetésre lehetett volna elég, hiszen a vád viszonylagos, bizonyítása kétségbe vonható, azaz gyenge lábakon áll. Hogy a hatalom gépezete mégis milyen abszurd módon működött, jó példa, hogy a fenti ülést követő hetek egyik magyar távirati iroda által is leközült kommunikéje a következőképpen hangzott. A kulák nem szánt, nem vet. Míg dolgozó parasságunk lázas munkával teljesíti a vetési tervet, a kulákok szabotálásaikkal próbálják a munka végrehajtását megakadályozni. Karcagon P. Szabó István 180 katasztrális holdas kulák egyáltalán nem szántott és nem is vetett, s amikor a népi bizottsághoz behívták a községházára, nyíltan megmondta, hogy nem fogja megművelni a földjét, P. Szabót átadták a rendőrségnek. Hogy a későn learatott, pergőszemű gabonabetakarítás vágyából vajon mikor született meg a mezőgazdasági munka szándékolt szabotálása és a közellátás veszélyeztetését magába foglaló vád, mára már kérdéses. De egy biztos, ezért a vádért a csengőfrász és a belső ellenségtől való rettegés sötét napjaiban, az 50-es évek elejé Magyarországon már börtönt, s akár halálos ítéletet lehetett kapni. A kommunizmus bűnei között, a számos áldozat árnyékában elfelejthetjük az elferdített valóság, a meghamisított történelemkönyvek, a szabad Európától való elhatárolás tényét. Elfelejthetjük a tönkretett életeket, a családok ellehetetlenítését, elfelejthetjük több generáció szívós munkájával felhalmozott vagyonok elrablását. Az egyes emberek emlékezete azonban megőrizte azt, mert a fájdalom égette azt a lelkükbe. A diktatúra mindenkitől elvett valamit. Mindenkitől azt vette el, ami a legfontosabb volt a számára, a paraszttól a földjét, a fiataloktól egy szebb, élhetőbb jövő reményét, az egyházaktól az iskoláit, a hazafiaktól a reményt, az idősektől a békés, méltóságteljes életet. És mit adott helyette? Félelmet és bizonytalanságot, kötelet, börtönt, gumibotot és reményvesztettséget. Évtizedeket az őrület légköréből, először Rákosi Mátyás, majd a tékozló Kádár János rendszerében. Tisztelt megemlékezők! Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin gondolatai első kézből utalnak arra, hogy mi volt a legnagyobb tévedése a kommunizmusnak. Ha az embert mindenétől megfosztod, többé már nincs a hatalmadban, ismét szabad. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen dr. Pintér Zoltán Árpád megemlékező beszédét, és most, hölgyeim és uraim, kezdjük el a koszorúzást, mielőtt még az eső elérne minket.
Kedves nézőink, már a megköszönjük megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A jövő heti viszontlátásra mindenkinek, és kellemes nyarat kívánunk!